kattints a lekérdezések, értékelési mutatók, állomány nyilvántartás menüpontra. Ezen menüpont alatt tudod megtekinteni egy adott időintervallumban a bennálló állományod alakulását. Leszűrheted a lekérdezést egy telepre, vagy akár az összes telepedre is. A dátumválasztóban add meg azt az időintervallumot, amelyre kíváncsi vagy. Miután ezeket megadtad, kattints a sárga szűrés gombra. A táblában láthatod naponta, hogy a leszűrt telepeden vagy telepeiden hogyan alakult az állományod. A szűrés gomb mellett lévő újraszámolás ikonra kattintva a rendszer újraszámolja az adott telepre vagy telepekre és időszakra az állományod. Erre akkor lehet szükség, ha a szoftverben lévő és a valós állomány mennyisége eltér egymástól. A másik két szürke ikonra részleteket mutat, illetve elrejt. Ha kattintasz, akkor láthatod, hogy egy naphoz megjelenik több sor, amennyiben aznap változott az állomány, és így láthatod, hogy milyen ügyletek alapján változott. Az elrejt gombbal pedig eltüntetheted ezeket a sorokat. Az alsó összesítő táblában tudod elmenteni a vágóhidak részére az állománykorosbítás adataidat.